A műsor szakmai együttműködő partnere a Karinti Színház. Jó estét kívánok, Szente Vajka, Móta Café vendége. Azt mondta, hogy azt írjuk ki, hogy rendező, megíró, és már nem is annyira színész, de erről majd jól dumálunk. Szerintem meg még műsorvezető is, mert hát akinek műsora van a tévében, az meg műsorvezető, de ezt majd jól még megbeszéljük. Ilyen pozitívan vezettél fel, hogy azt mondta, hogy azt írjuk ki. Hát azért miért, javasoltam, hogy a színészt vegye. De miért? Hát eredendileg színész, nem? Azt tanultad Nemzeti Akadémia. Igen, a sorrend a következő volt, megkérdeztétek, hogy mi legyen kiírva. Tehát, hogy volt egy ilyen választás, nem tudtam, hogy ez azért kérdezett meg, hogy ezzel kezd majd a beszélgetés. De akkor még én se tudtam, hogy ezzel én fogok. Én abban a pillanatban, amikor kimondtam. Meg meglepett, hogy én azt mondod, hogy... Én tudtam, hogy ezzel fogod kezdeni. Igen, mert hát akkor ezért csináltad. Minek érzi magát? És minek érzed magad? Én ezeknek érzem magam inkább. És miért nem tehát színészetet tanultál, nem? Hát ott a Nemzeti Színi Akadémiánál. Igen. Gondolom, te is Bodnár Sándor, nem? Nem, akkor már nem. Akkor már nem volt. Nem. Pedig ő egy legenda, nem? De persze, igen. Igen. Aha. Igen, szóval, hogy most az, hogy szerintem nem azok vagyunk, aminek tanultunk, mert akkor a film esztéta azt kellett volna kiírnod, nekem abból van például diplomám. Hát, ezt nem tudtam. Igen, tehát, hogy akkor esetleg kezdjük előre, és akkor írjátok. Na jó, én is végeztem esztétika szakotabölcsészkaron, és soha nem írtam ki, hogy esztéta vagyok. Az életem 90%-ban ez a két dologgal foglalkozom. És a maradék 10%-ban foglalkozom a televíziózással, vagy abban pár előadásban játszom még. Jó, hát figyelj, akkor végül is, ha azt veszem, hogy ugye 10 évesen, te már megrendezted a Hamletet. Ja, igen. A saját játékállataiddal, akkor már rendező voltál végül is. Azért nem? Azt nem mondanám, hogy aki plüssállatokkal darabot rendez, az már rendező. Mert... Hogy jött, hogy a Hamlet 10 évesen? Hát ezt őszintén megmondom, hogy ezt nem tudom. De azt nem mondom, hogy nagy mélységeiben értettem volna a művet. De várjál, olvastad addigra? Olvastam, Arany János fordításban olvastam. De mik voltak a szüleid, hogy ilyeneket... Tehát, hogyha Hamletet 10 évesen, azért ez abnormális. Rávettem őket, hogy vigyenek át Gyulára, Békés Csabai vagyok, és igen. Ugye Gyula 12 kilométer. Ez egy, amúgy nem, tehát csak úgy véletlenül, de igen, tehát Békés Csabai alattunk, és akkor rávettem őket, hogy vigyenek át Gyulára, mert ott játszott a Szakácsi Sándor a Várszínházban. Aha. A Hamletet. És én azt szerintem 11 évesen láttam. Hát ott a Van Shakespeare Fesztivál a mai napig. Igen, azt 11-esen láttam. És az egy nagyon meghatározó élményem volt. Mert? Mert emlékeim szerint az egy nagyon jó előadás volt. Ráadásul egy klasszikus Sik Ferenc rendezte az előadást, ha emlékeim nem csalnak, és egy igazi klasszikus feldolgozásban volt, tehát rendesen fogta a koponyát, tartotta, és akkor úgy mondta a nagy monológot, szóval, hogy így egy csomó olyan jó képen volt a Gyulai Várszínházban rendesen vannak így síkok, tudod, ott fönt a vár ormon lehet jeleneteket játszani, szóval ott az egy meghatározó élményem volt. Úgyhogy a Hamlet így egy kicsit így megmaradt. És utána Utzu neki elolvastad? És aztán elolvastam, és aztán valahogy így elkísért ez a darab, mert aztán nagyon jó élményem volt. Londonban láttam a Jude Law nevű nagyszerű amerikai színész, angol-amerikai színész. Hány évesen? Azt már felnőtt fejjel, az nem régen volt, egy 10 évvel ezelőtt játszotta ő. És a Benedict Cumberbatch-el pedig az annak a teteje. Na jó, de most nem gondolt, hogy nem érdekel részletesebben ez a 10 éves korodban, vagy 11, na jó, 11. Körülbelül 10 éve. Ez hogy nézett ki? Annyit olvastam, hogy a rózsaszín kutya volt az Ophelia. De ezt előadtad szülőknek, vagy hívtál haverokat, vagy mi? Előadtam a családnak, igen. Na jó. És sok plüssállat volt, a nővérem plüssállatot is használtam, meg a sajátjaimat is, és akkor ő velük tulajdonképpen véletlenül úgy nagyjából elbáboztam ezt a dolgot, de olyan kiegészítő attribútumok,
amelyek aztán később segítségemre vannak a zenés színház készítésében, azokat használtam, tehát színeket a lámpáknak, olyanokat használtam, plakátot, olyan dolgokat, amik segítik a jegyeladást például, vagy PR marketing, tehát ezeket mind a nővérem szerkesztette annak idején egy újságot, amit szintén a családtagoknak árult természetesen, tehát géppel írta, írógéppel írta, Indigóval, tehát olyan 3-4 példányban keltek el a családba, abba például reklámoztam. Szóval így... És emlékszel, hogy hogy reagált a család erre? Azt nem tudom. Valószínűleg összenéztek a hátam mögött. Vagy döbben csend, vagy mi volt? Nem tudom, szerintem. Egyébként tudod, hogy a Kolibri Színházban ment a Hamlet, és állatfigurák voltak a szereplői? Tényleg? Ha, bizony, bizony. Na ugye, megelőztet koronat. Igen, lehetséges. Akárhogy is vesszük. Na, és akkor hogy jött, arra nem választottál, hogy mik voltak a szüleid? Mert még mindig azok. Mik a szüleid? Nekem az édesanyám az Evangélikus Szeretet Otthonnak a vezetője volt, Békés Csabán. Ja, papát meg tudom. Édesapám pedig egy kulturális intézményt vezet szintén Békés Csabán. Úgyhogy ilyen szempontból értelmiségibb szüleim vannak. Édesapámnak van 4000 könyve otthon, és azzal is telt a gyerekkor, hogy bármilyen kérdést föltettem, ami érdekelt, akkor mindig csak azt mondta, hogy ebben a könyvben megtalálod, és egy ideig nagyon idegesítette ezt, hogy miért, de csak azt az egy mondatot mond el, csak azt az egy mondatot, ami abból kell, de így aztán elindult a könyvek, meg a betűknek a szeretete, és az ismereteknek a begyűjtése. De jelentkeztél színműre? Egyszer igen. És akkor jól nem vettek fel ezek szerint. A Kazimír Károly nagyon szimpatizált velem, de aztán meghalt. Úgyhogy... De várjál, még felvételi közben halt meg? Nem a felvételi közben, de... csak a két felvételi forduló, vagy valahogy úgy a közt. Felvételi, igen? Igen, vagy valami az első még ő felvételiztetett, és közben halt igen, meg. Igen, azt hiszem, igen. És onnan tudod, hogy szimpatizált veled. Mert aztán ott utána még ott kellett, be kellett még utána mennem, és akkor mondta, hogy na jó, és hogy készüljek olyannal, hogy, meg ilyennel, hogy, és akkor így ennyi. Mert egyébként mivel készültél? Hát erre nem nagyon tisztán emlékszem, nyilvánvalóan versekkel, meg monológokkal, amikkel mindig is kell egy felvételre, de nem tudnám neked fölidézni, hogy miket mondtam. És a Nemzeti Akadémia... Általában vicceseket, vagy úgy olyan mókásabb dolgokat. Igen? Választottam, igen. Azt hiszem, igen. Mert hogy egy vicces fiú voltál, vagy? Nem, egyáltalán nem, hanem szerintem akkor tájt, amikor az ember 18-20 éves, akkor hibázik, hogyha olyan dolgokat próbál meg átadni, előadni, megélni, amiket ugye egyébként nem tudna magától. És valahogy én mindig azt éreztem, hogy meg kell tartani azt, vagy úgy éreztem, hogy meg kell tartani azt, hogy mi az, amit én úgy tudok interpretálni, hogy az nekem megvan. Tehát, hogy te nem egy nagy Adi verssel, vagy nagy József Attilával vonulsz ki. Az nincs belül meg. Aha. Mert azt nem tudod, azt csak valami hirtelen felindulásból elkövetett színjátszással tudod előadni. És az meg hamis. És hogyha nem hamis, akkor meg valami ösztönt küldesz, de az ösztön az fél siker. Tehát szerintem az és megsértődtél, elkenődtél, hogy nem vettek föl? Nem, egyetem. Őszintén megmondom, négy szem közt, hogy amikor én felvételeztem a főiskolát, akkor az már nem volt olyan nagyon-nagyon egyeduralkodóan menő. Tehát akkor már az a rendszer volt, hogy sikereket el lehetett érni úgy is, hogy nem végeztél a főiskolán. Gondolom, aha, volt idő, amikor ez nem történhetett hát meg, vagy kevésbé. Volt, hát, igen, mindig mondunk ötöt. Igen, mindig ötöt tudunk mondani, akik nem de végeztek. De Rutkai Éva nem végzett, Tolnai Klári nem végzett. Igen, párat minden korszakból tudunk, de mondjuk én azt mondom, hogy a 2000-es évektől fölfele nagyon-nagyon sokat, vagy még többet, vagy egyre többet. Azt csak ha azt mondtad, hogy le vagytok ti tojva, akkor én... Igen, tulajdonképpen igen. Magam. Igen. De azért gondolom a Nemzeti Akadémia igen, adott ott azért segített, ott még ért a Sinkovics, az Agárdi, ők még játszottak is, aktívak voltak, szóval nem volt miért elvágyódni onnan, és ráadásul hát és gondolom, be lehetett állni, statkozni a... Sőt, még szerepetre is be lehetett állni, tehát nem csak statisztálni kellett. Mi voltál? Én kérdezően játszottam a Régi Módi Történet című darabban, volt pár mondatom,
Ács Lajos református papot, azt hiszem. Igen, abban például benne voltam, nem sok mindenben, de azért volt olyan. És aztán még mielőtt végeztem volna, akkor már dolgoztam Debrecenben. Ahol Kapásból főszerep. Igen. Mert hogy oda kiszúrt ki, hogy kell ez az a ficok? Az már a modern kornak egy meghallgatása volt. Szóval ott már meghallgatást tartottak évadra, nem egy konkrét darabra, hanem el lehetett menni, és meg lehetett mutatkozni. Hogy egy évadra lehetett mondani, hogy én ide akarok szerződni egy van, évre? És akkor, hát, vagy több évre nyilván, de arra az évre igen, aztán, hogyha valaki bevált, akkor megtartották. És akkor így többet magunkkal onnan az osztályból elmentünk, és akkor felvételt nyertem, elvileg arra az évadra, de utána... Hát ott hoztál, vagy ötöt? Kettőt teljesen, és aztán még kettőt félig. Aha. Összesen így ennyit. És akkor az első évben már úgy megmártóztam ezekben a különböző műfajokban. Az egy nagyon érdekes pár év volt az életben. Akkor nagyon sokat lehetett tanulni a színházról. Mert hogy sokfélét lehetett. Igen. Egy Csókos asszony volt a legeleje, ami aztán tényleg az operetnek a kellős közepe. És utána jött ez a bizonyos Peter Pan. Szerintem te nem tudod, hogy volt egy operett történeti könyvsorozat, és abból én írtam a Csókos asszony. Tényleg? Na, ezt tényleg nem na tudtam. Na ugye. Ezt nem tudtam. Nagy áhítatot olvastam a Rátonyinak a operett 1, operett 2 könyvét. Az egy szenzációs műfaj, szerintem. Uh-huh. És nem csak azért mondom, mert vidám, meg színes. Én is nagyon bírom egyébként. Hanem ezek a műfajok annyira érdekesek, tudod, amik így egy picit megfejthetetlenek, és valahogy durva szót fogok használni, de megerőszakolhatatlanok. És az operett is egy ilyen, ami úgy nagyon kemény, nem engedett közel, de közben meg azt kell csinálnod, nem enged magára egy másik kabátot, szóval ez egy tiszteletlen. Voltak, akik át tudták variálni, ugye a Mohácsi János Csádás királynőből azért balhé lett, de azért az attól még jó Gábor, volt. Úgy érzed? Aha. Nézd újra. Figyelj, és a Sertamás János Vitéz Luxemburg grófja. Ezeket sajnos nem láttam, ezek mert remekek akkor... volt, remekek voltak Kapusváron. Akkor épp a Hamletet rendeztem a szobámba. Ja, de, képzeld el, hogy a János Vitézen előttem ült egy parasztasszony, aki zokogott. Én ültem mögötte, aki röhögtem, mert hogy ilyen, benne voltak olyan ironikus, ilyen kicsit ilyen intellektuál dolgok, amik nem bántották a parasztnéni ízlését. Tehát szarkasztikus volt, de nem annyira, hogy ő, aki beült egy ilyen Kacsó Pongrácra. Klasszikus értelemben nem is operett az egyik. Igen, nem is a daljátéknak hívják, igen. Én meg mögötte röhögtem, és tulajdonképpen azóta is ez a színház eszményem, hogy minden néző rétegnek egyszerre szóljon. Tehát amikor mondjuk bemegyek a Katonába, és hú, de csak intellektüeleket látok a nézőtéren, akkor szeretném egy kicsit összekeverni a József Attila Színház közönségével, és érdekelne, hogy milyen lenne a hatás, tudod? Uh-huh. Igen, ez igaz. Akkor szeretned kell a műzikeleket, mert az sok közönség rétegnek szól egyszerre. Igen, vagy van, akinek meg már nem szól, mert azért vannak, akik nem kedvelik. Igen. Tehát ilyen, tehát van, aki azt mondja, hogy hát azért a musical, legutóbb Molnár Piroska ott ült velem vasárnap a Klubrádióban, és azt mondta, hogy hát azért ő a musicaleket inkább játszani szerette, mint nézni, hát ez nem nekünk szól. Hál' Istennek nagyon jó élményem volt vele az Apáca Show-ban. Nagyon szenzációsan dolgozott, nagyon jó is lett, nagyon jó is volt benne szerintem. Úgy és ezt tudod, hogy vannak, akik azt adják a legjobb rendezésednek. Az Apácas út? Aha. Gondolom vannak, igen. Te például vagy? Én az én is bírtam. Igen, én is bírtam. Az egy nagyon jól sikerült dolog volt. Ez nagyon szépen is jól csináltuk, jó csillagzat alatt. De ez megy még most, vagy nem megy még? Nem. Vagy mi van azzal? Mi azt most levették? Hát azt elkészítettük a Szegedi Szabadtéri 2018. augusztusában. Én már az operettben láttam. És utána 50 előadást leszerződtünk, 50 előadást az operett színházba a következő évadra. Miután ez meglement, ezután a következő évadra ott volt egy igazgatóváltás, az új igazgató nem tartott igényt az előadásra, és így aztán a következő viszont Szegeden lesz, Szegedi Szabadtéri most nyáron megint lesz,
és pont most pár hete kaptuk a hírt, hogy olyan jól elvitték a jegyeket az első két adás, majd megnyitották a harmadikat. Úgyhogy az érdeklődés nem csappant úgy, hogy amikor októberben tartottunk két előadást a sportarénába, akkor ünnepeltük a 100 000. nézőt. Aha. Ami azért tényleg nagyon nagy dolog szerintem. Több irányból nagy dolog, mert ez 14 hónap alatt 100 000 nézőt csinálni úgy Magyarországon, hogy mindegyik jegyet vett. Ez mind megvásárolt jegy. Nagyon nagy dolog. És közben pedig figyelj, benne van az, hogy... Figyelj, nekem tisztelt jegyem volt, azt tudko. És nem is egyedül voltam, az már 998 jegyvásárló van. Szóval ez tényleg nagy dolog, hogy így érdekli az embereket egy ilyen történet, ami ugyan musical, és amit ugyan nem mindenkinek szól, de közben pedig igenis jó belső tartalommal bír, és egy szép történet arról, hogy valaki hogy válik vallásossá, vagy hogyan tudunk egymás életére hatással lenni, vagy hogyan engedünk be másokat, és hogyan tartjuk el magunkat, és aztán hogyan nyitjuk meg a kapuinkat. És mondott valamit az új direktor, hogy ő erre miért nem tart igény? Természetesen igen. És mit mondod? Hát ezt nem mondom el, mert ez egy négy szem közti beszélgetés volt. Aha. Igen, és ha őt elhívod ide és megkérdezed, akkor lehet, hogy el fogja mondani, de engem nem hatalmazott fel erre. Hát figyelj, megkérdezem én anélkül is, hogy feltétlenül Rögvest ide hívnám, a legközebbi premierrel úgy megkérdezem, mint a fény. Ismerjük egymást. Egyébként ugye... az én magánvéleményem az, hogy valószínűleg arról van szó, hogy ő a pályázatában megfogalmazott egy hitvallást, és annak a hitvallásnak inkább magyar műveket ígért. Nem konkrétan része az Apáca Show. Uh-huh. Ugye ott te akadtál igazgató igen. lenni, pályáztál. Uh-huh. Pályáztál is. Miért? Azért, mert azt éreztem, hogy egy olyan életkorba léptem, ahol van egy olyan csapat mögöttem, akikkel ezt meg tudjuk csinálni. Két színház játszik zenés darabokat az országban. A Madách Színház és az Operett Színház. A Madách Színháznak Szirtes Tamás az igazgatója, a jó Isten tartsa meg őt egészségben és ezen a poszton. És a másikra kiírtak egy pályázatot, és azt éreztem, hogy én magamhoz lennék hűtlen, hogyha én nem akarnék egy zenés színházat vezetni, hiszen minden rezdülésemmel a zenés színház újjáépítésén, megújulásán, felvirágoztatásán vagyok, akkor mi más tehetnék, mint az, hogy pályázok egy olyan színházzal, ami zenész színházzal foglalkozik. Ez nagyon egyértelmű volt nekem. És azt honnan tudod, hogy te tudsz egy színházat vezetni? Ezt nem tudom. De ezt nem kell tudni előre. Mert ugye sokan mondták, hát hogy rögtön egy ekkorával akarja kezdeni, akkor kezdjen először egy stúdiószer, és aztán majd. Lehet, hogy ez lesz aztán, de miért ne próbáltam volna meg? Uh-huh. Tehát, hogy igazából ez azért nem úgy volt, és hogy ez azért... szerinted esélyed? Igen. És ezt honnan tudod? Ezt megint nem mondod meg? Hát ugye három pályázó volt végül. Hát volt Lőrinci még... György, az addigi igazgató, és akkor Kis B. Attila, aki lett. Operaénekes, aki lett, megkaptam. Igen, és én. És ez a legelső fázisa egy társulati beszélgetés volt, ahol mindenki kiállt a társulat elé, és 10 percben maximálva elmondta az ő vágyait, gondolatait, majd aztán a társulat egy szavazást csinált önmagán belül, ahol én azt hiszem, nem akarok butaságot mondani, de talán a 36%-át megnyertem a társulatnak, és az 10 perc alatt szerintem nem rossz arány. Úgyhogy igazából azok ismertek, akikkel éppen akkor az Apáca Show-t csináltam. Akkor igazgató nyerte meg a 49%-át talán, és az Attila, aki pedig lett, azt hiszem a 9 vagy 10%-át. És én szerintem az egy beszédes dolog volt akkor, vagy azt éreztem, hogy ez egy beszédes dolog akkor, és aztán a következő fázis pedig a szakmai bizottság volt, és a szakmai bizottság 8 tagjából is azt hiszem valahogy úgy volt, igen, 8+2 tag volt benne, és azt hiszem abból is a 8-ból, mert ugye 2 az a Operett Színházból volt, és a Lőrinci Gyurira kellett adni a szavazatot, hiszen ugye ő nyerte meg azt a szavazást, és a 8-ból 3 ott is engem jelölt meg, és szerintem ez elsőre nem annyira, nem annyira béra. Egy nagyon jó pályázat. Emlékszem arra, most ez eszembe jutott, hogy amikor
Apácosó lehetett, hogy ugye a premier, és ott a Kálmán Imre teremben volt Molán Rúzsba, ott épp a Lőrinci György, aki akkor igazgató volt, hogy mondta, hogy na, ez egy jól sikerült munka, és fogunk mi még együtt dolgozni, nem úgy, ahogy te gondolod, és akkor már ugye arra értette, hogy nem úgy, hogy te leszel az igazgató, hát aztán ő sem. Ez annyira jó beszélgetés, hogy elhívtál ide, és tulajdonképpen így ilyen kellemetlen pillanatokat idézett. De ez olyan kellemetlen? Hát ez megtörtént. Igen, megtörtént. Hogy ez például akkor hogy érinted? Hát kellemesen, vagy mit tudom, most azt tudom mondani, hogy csinál az ember egy előadást, amit 28 ezeren megnéznek Szegeden, aztán bevisz az operetbe, ahol hónapokra előre nincsen jegy, és aztán a premiéren akkori regnáló igazgató egy ilyen mondatot talál viccesnek, arra szerintem elegánsan azt kell mondani, hogy tapsolsz egy picit, és aztán beszélgetsz valaki mással. Mit tudsz erre mondani? Jó, de ez egy egészen másik pillanat volt, szerintem ott nem ezzel kellett volna törődni, gondolom, vagy én nekem ez a véleményem, hanem ott azzal kellett volna törődni, hogy hosszú idő után szerintem egy olyan Broadway musicalt sikerült csinálni Magyarországon, amit egy vadonatúj felfogásban tudtunk megcsinálni. Egyébként tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy bizonyos értelemben művészszínházi köntösben, hogy láttad akkor az előadást, egy óriási diszkó gömb, ami másfelől egy templomnak a kupolája tudott lenni, tehát hogy volt benne valami fajta költészet és képzőművészet is, az előadás másfelől szerintem nagyon szellemesre sikeredett, emocionálisra is sokkal fontosabbak voltak nekem aznap este ezek a pillérek, mint az, hogy én milyen szegmensben vagy milyen formában fogok. De egyrészt ilyeneknek nyilván zsinórba ki leszel téve a pályán, ha meg ugye előre törsz, előre törsz. Válrándítással kell intézni ezeket. És ezeket tudod válrándítással? Persze. Tényleg? Persze. De hogy ez ment neked kapásból, vagy ez valahogy edződtél rá? Nem találom ezeket túl fontos dolgoknak. Mint ahogy most az előző válaszom, és az volt fontosabb az, hogy milyen előadást csinálsz, hogy arra jönnek-e a nézők, vagy nem jönnek, hogy ez másokat irítséggel tölt el, vagy nem tudom, bizalmatlansággal, azzal én nem tudok, és nem is szándékszom törődni. Uh-huh. Az igaz, hogy 300-an jelentkeztek a Apáca Show meghallgatására a női főszereple? Nem. Na, nem a női főszereplő, hanem azok a kiírt szerepekre. Ja, összevissza. Mert ott castingra kiírtam a főszerepet, kiírtam a két nagyszerű mellékszerepet, a Mary Robert és a Mary Patrick szerepét, és kiírtam még emellett a két háttérvokalista lánynak a szerepet, tehát öt szerepet írtam ki castingra. És akkor erre 300-an jelentkeztek, igen. Ez egy meglepő szám szerintem. És nem tudtad az elején, hogy azért a Peller Anna jó lesz erre? Képzeld el, hogy nem. Honnan? Tudnélik, amikor a castingot elkezdtük, akkor az operetszínház, mint koprodúciós partner még nem volt benne. Tehát nem kellett, azt mondom, tehát nem kellett az operett felé figyelni jobban. Az a szabadság, amely szabadsággal te elhívod a vendégeidet ebbe a műsorba, az a szabadság én előttem is előttem volt, hogy tulajdonképpen Magyarországról bárkit választhatok. Uh-huh. Az IQ-ret ügynökség készítette az előadást, tehát tulajdonképpen a legjobbat kellett kiválasztanom. Nem beszélve arról, hogy nem volt semmifajta olyan előzetes koncepcióm, hogy ez ki legyen. Uh-huh. Nagyon komplikált feladat. Előtte nem sokkal adták meg az engedélyt arra, hogy nem csak fekete bőrű színésznő játszassa el ezt a szerepet, hanem bárki, bármilyen... Ja, hogy itt is volt az, ami a Poggi és Bessnél volt, aztán egy ideig volt, csak igen. Gondolom sok ország nem tudta miért bemutatni a darabot, és akkor így megengedték ezt. És akkor kiírtuk, és tényleg rengetegen eljöttek, és jött nagyon sok énekes is, akik nem színháziak, mm-hmm. hanem rendesen énekesek, és kipróbálták magukat ebben. De a zenészszínház mindig a színészettel kezdődik. És igen. Az mindig. Kivétel nélkül, én szerintem. De mivel most velem beszélgetsz, ezért én ugye, mondom. Szirtes Tamás szokta ugye mondani, hogy a zenés színházhoz három kell, játszani, énekelni, táncolni. Ebből általában egyet meg kell bocsájtani a színésznek, de van az úgy, hogy kettőt is. Ez igaz. És a tanár úr szerintem azt is szokta mondani, a Szirtes Tamás, hogy minden darabnál, szerepnél meg kell mondani, hogy mi ezek közül az elsődleges. Uh-huh.
És én a magam részéről azt tudom mondani, hogy az esetek eddig számomra 100%-ában nekem az elsődleges a színészet. Ez valószínűleg Magyarországon van így, nem? Tehát hogyha mondjuk a Macskákban Halmann Péter van, akkor evidens, hogy a színészete volt ott a legfontosabb, nem az ének és a tánc tudása. Azért ez igaz a Macskákra vonatkoztatva, de mondjuk tudnék neked pár olyan zenés előadást mondani az előző 20 évből, ahol bárcsak a színészet lett volna a legfontosabb, és nem az éneklés. Most egy ronda dolgot fogok. És ez egy picit meghatározta a musicallel kapcsolatos ítélkezést. Tehát, hogy a szakma nem emelte túl magas polcra, mondjuk így, hogy ilyen egy bizonyos, jó közepes szinten mindent kellett tudni, de nem volt, tehát nem tartották olyan nagyon jó színészeknek a musical színészeket. Ezért nagyszerű szerintem, vagy érzésem szerint, vagy jó dolgozni, amikor most a Meseautót vagy a Lilion Fit csináltam bent a Madásba, hogy abban azért a Szerenyei játszik, a Simon Kornél játszik, szóval nagyszerű színészek játszanak, akik egyébként tudnak énekelni. És hogy visszatérjek a felkonferálásra, akkor te azt érezted, hogy nem vagy jó színész, ezt azért kezdted abba hagyni, vagy miért kezdted ezt? Miért kezdted ezt abba hagyni? De miért kezdeném abba hagyni? Azért, mert azt érzem, hogy nem vagyok jó. Ezt nem hát azért abba lehet hagyni, hogy nekem ez nem megy, abba hagyom, más meg jobban. És még ezen kívül van 10 variáció, és te mégis ezt van az, hogy nem vagyok jó színész. De én téged jó színész, azért lepődtem Isten meg, hogy nem akarod, nem, hogy nem írjak. Nem, az például arra, hogy sokkal egyértelműbb az, hogy az embernek vannak vágyai, közlésvágyai arra vonatkozóan, hogy elmondjon az életről valamit, vagy hogy egy kicsit komplexebb képet lát a színházról, akkor ott áll a színpadon, és azt gondolja, hogy oké, ő rossz helyen áll, viszont egy picit világosabbnak kell. Tehát, hogy inkább ilyenek vannak, és akkor azt mondhat, hogy szerintem szembe kéne ülnöm, mert akkor sokkal jobban érezném magamat, de hogyha az egészet látnám. Major Tamástól Máté Gáborig, attól, hogy rendeztek, de én sem Major Tamás, sem Máté Gábor nem vagyok. De senkinek nem jutott eszébe, hogy abba hagyja. Ezért kérdeztem, de akkor nálad, mi a 10 variáció közül nálad mi van? Azt érzékelem magamban, hogy amikor az egész képet látom, és az egész képet megalkottatom, hogy jobb érzés nekem nem a festményen lenni, hanem az ecsetet fogni. Uh-huh. Egyszerűen ezt érzem, miközben... de erről ne haragudj, nem tehetek. Tehát ezt így érzem, bocsánat érte, de ez az érzésem. De figyelj, hát én beszéltünk is adás előtt, én szétrögtem magam, ha nem most drágámon. Meg a játékszínben is halálra rögtem magam rajtad. Tehát, hogy amit te is írtál, megrendeztél. Tehát, hogy nem gondolom, hogy ezt neked abba kéne hagyni. Ezért. Lehet, hogy nem is fogom megtenni. És lehet, hogy mindig egy ilyen pici szálon ott fog lógni valahol az életemben. Mikor fordult ez át? 2012-ben. Február 3. Kezdett átfordulni. Mert miért? Azért, mert akkor a tanár úr azt mondta, hogy fogjunk bele közösen az Én József Attila című darabnak az elkészítésébe, és ez egy picit ilyen írásos dolog is volt, hogy a Vágó Márta és a Kozmuca Flóra naplójából írtunk tulajdonképpen darabot. És hogy akkor azt csináljuk meg ketten. És amikor ezt megtettük, és ez egy nagyon gördülékeny jó munka volt, akkor már kettőnk között, akkor azt mondta, hogy tátong egy lyuk itt az évad végén, és hogy keresünk egy darabot, amit én szívesen megcsinálnék, immáron egyedül. És akkor közös erővel választottunk egy Rékuni vígjátékot, mert azt mondta, hogy kezdeni egy olyannal kell, ami az én színészi, mondjuk úgy, ügyességemnek megfelelő. És ez a darab arról szól, hogy az egyik szereplő önmagának ikertestvéreit kell lejátszania, talán látod, a Nagysanyi játsza önmagának ikertestvéreit, és ügyesen meg kell alkotni azt, hogy azon az ajtón kimegy, de ezen már bejön, és akkor ott ő kimegy, és akkor ezen bejön. Tehát, hogy az egészet egy picit ügyes kézzel kell csinálni, és ez volt nekem az első ilyen darabom. És az egy nagyon sikeres élmény volt, annyira egyébként, hogy hál' Istennek a mai napig megy az előadás, a Madách Színház előadás, 150-nél, vagy nem tudom mennyinél jár, ez egy nagy boldogság nekem, és akkor itt kezdett szépen átfordulni. Akkor kezdett átfordulni. És aztán elhívott rendezni a Cseke Péter Kecskemétre. Minden évben meg is teszem rendezni Kecskemétre. Minden évben.
Igen, és akkor így szépen lassan elfogytak a színészi munkák, vagy elfogytak az új színészi munkák, és felváltották a rendezések. Ez azt jelenti, hogy mondjuk az utolsó öt évben, vagyjuk az utolsó öt évet, én azt hiszem öt év alatt három darabot próbáltam színészként, és nem 30-at rendeztem. Uh-huh. És ezért gondolom azt, hogy ezt 90%-ban, tehát hogy visszatérve az első provokatív kérdésedre a válasz. És hány százalékban író? De nem volt az olyan provokatív kérdés volt, ne csináld már. Hát azt nem tudom most itt százalékokra lebontani. Nyilván jó, hogyha saját darabot tudok rendezni. Ez a madásban meg tudott történni a sok esetben, a Lilian Fi esetében, a Meseautó esetében, tulajdonképpen a Tanulmány a nőkről esetében, ott ugye a filmből írtam a színházi előadást. Hát gondolom a Meseautó esetében. A Meseautó esetében is a régi filmből csináltuk. Itt Galamos Attila mindig társam ezekben, most a Legény búcsúnál nem, azt egyedül csináltam, de egyébként mind a fordítások tekintetében, mind a darabírás esetében azért ő mindig a társam. És amikor te írod, meg főszerepet is játszol, mint a Legény búcsúban? Ez egyetlen egy alkalommal történt, itt a Legény búcsú esetében. De akkor mi? Akkor hogy dolgozol? Egyszer ki akartam ezt próbálni, hogy ez milyen. Úgy, hogy valójában ezt nem így képzeltem. Tehát, hogy én azt úgy akartam, hogy a Kornél, a Simon Kornél és a Sanyi legyenek Nagy Sanyi ketten. De a Kornél nem ért rá. Ők játsszák. Ők játsszák, igen. De a Kornél nem ért rá, és akkor a Bank Tomi, aki a játékszínnek az igazgatója, mondta, hogy mivel a primadonnáknak olyan nagy sikere van, amit a Szirtes Tamás tanárom még 2014-ben csinált, ez az egyik ilyen darab, amit játszom, hogy esetleg akkor nem lehetne. És mondtam, hogy tulajdonképpen de, mivel ugye a Legény búcsú egy olyan végeték, ami egy helyszínen játszódik, egy szállodai szobában, tehát tulajdonképpen az, ami a főpróba héten szemből kell, hogy a díszlet elinduljon, hogy ez meg tudjon fordulni, hogy ott a fényváltás így legyen, tehát ezek mind nincsenek ebben az előadásban, ezért aztán azt az időszakot tulajdonképpen meg tudom úgy csinálni, és akkor az egyik növendék, aki játszik az előadásban, megtanulta a szerepemet, és akkor ővele rendelkeztem le, hogy lássam szembe, és aztán beleálltam. Uh-huh. Értem. Érdekesen. A főpróbák voltak nagyon érdekesek, mert akkor azt csináltam, hogy a színészeket ne zavarjam ezzel, hogy mindig megbeszéltem egy ilyen egyezményes jelet a rendezőasszisztenssel, aki kint ült a nézőtéren. Én játszottam, és miközben ugye játszod a szerepet, közben azon gondolkozom, hogy neki ezt egy picit máshogy kell, egy kicsit oldalrébb kell, nem tudom, és mindig így ezzel az ujjammal ennyit csináltam így, és akkor... Látszott. Ennyit csináltam így, és akkor ő fölírta azt a mondatot, ahol éppen tartott a darab. Jó, hát ez jó pofa. És végül is az írás is tök természetesen ment. Azt talán még egy picit korábbi, képzeld el, mint a színház rendezés, mert az írás nekem korábbi, mint a 10 éves hablány. A fordítással kezdődött 2007-ben, amikor a Disneynek kezdtem el fordítani a dalszövegeit, és akkor kezdett... De azt hogy kezdted el fordítani? Azt úgy kezdtem el, hogy a Bolba Tamás, aki egy nagyszerű zeneszerző és karmester, dolgozott Debrecenben, csináltunk egy előadást, ahol én nagyon sok mindent hozzáírtam a szerepemhez, és akkor mondta, hogy egyszerűen kéne írnunk egy darabot közösen. És hogy találjak egy jó témát, és akkor majd ő megírja a zenét, én meg megírom majd a szövegeket. És akkor mondtam, hogy jó, és akkor eltelt 3-4 év, mire aztán kitaláltam, hogy miből kéne darabot írni, ez volt később egyébként a csoportterápia, és akkor fölhívtam őt, és akkor mondta, hogy... Amit én nagyon szeretlem. Köszönöm szépen. És akkor mondta, hogy a szuper, meg is fogjuk írni a darabot, de hogy most van egy kis gondja, mert hogy a fordító kiesett, mert elutazott, vagy valami van, és hogy le tudnék-e fordítani két Disney dalt neki egy nap alatt, hogy tudok-e annyira angolul. Igen. És akkor azt megcsináltam, és pont egy ilyen mókás dal volt, tök jó rímek voltak benne, és aztán úgy maradt, és elkezdtem fordítani Disneyt, ami az életem része volt, hát 8 évig, vagy 9, 2 éve hagytam abba. De azt tényleg szinte minden nap onnantól, miközben csináltam, és akkor utána rátértünk erre a darabírásra, és tulajdonképpen ugye a csoportterápiát azt mi 2010-ben írtuk, és az első rendezésem az 2012. De ezt tudod, miért szerettem? Mert nem volt olyan musical klisé,
hanem az eltért ettől, és a Harangi Mária is azért máshogy rendezte meg, mint ahogy szokásos, tehát ez nekem kicsit többről szólt, mint ami általában egy ilyen amerikai musical. A cél is ez volt vele. Hogy én ezt ezért bírtam. A cél is ez volt vele, hogy nyilván az, hogy azért nem sarkítanám lesz, hogy a musical mi, mert a musical azért egy elég nagy témát foglalja. Jó, hát van a Rend című musical is, de az, tehát, hogy annyira Budapesten szó, nem jutott hogy... ki a Pince Színházból, tehát igen, nem jutott egy nagyon nagy tág, színpadra. Mit tekintünk musicalnek. És a csoportterápiát persze annak tudjuk tekinteni, a szó klasszikus értelmében végül is az, mert musical, tehát valami zenés dolog, de közben pedig azokkal a tulajdonságokkal nem rendelkezik, aminek mondjuk egy nagy musicalnek rendelkeznie kell, de mégis az, egy kicsit ilyen concept musical féleség talán, de az biztos, hogy nagyon eredeti. Pont ettől, mert az első pillanatban, amikor elkezdtük írni, akkor én azt mondtam a srácoknak, és nyilván ők is egyetértettek ebben, hogy semmifajta szabályt ne kövessünk. Kant is azt mondja, hogy ha igazán nagyot akarsz csinálni, akkor ne kövess szabályokat, akkor te legyél a szabály. Tessék, jön az esztéta. Akkor te legyél a szabály, és nem is szabad szabályokat követni. És ezt tartom azóta is, hogy nyilvánvalóan ismerem a műzikeleket, sokat foglalkozom műfajjal, de sose jut eszembe, amikor írunk, hogy na most egy ilyen dalnak kell a törvény szerint jönnie. Mert a törvényeket azt írtam magadnak. Hát azért vannak, hát egy operetnek is vannak kliséi, amiket nyilván meg kell tanulni. Ha én kliséit akarok használni, akkor használom. Ahogy egy szubretnek is, ott vannak bizonyos forgások, pörgések, táncfigurák, ami meg kell tanulni Oswald Marikától, nem? Ezt gondolom, én nem tanultam meg ezeket a pörgéseket Oswald Marikától, de a... Hát de táncos komikus, nem tudom, nem voltál táncos hát komikus? Akkor egyszer az életem első szerepében, de nem. De ezt mondom, hogy tehát ugye a musical igen, ad törvényeket, de közben meg azokat azért adja, hogy attól eltérj, majd aztán visszatérj hozzá, vagy azért térj hozzá vissza, hogy azt idézőjelben mondd el, szóval ez egy sokkal szabadabb dolog ilyen szempontból. Azt mondják, akikkel beszéltem rólad, hogy te ilyen már majd, hogy nem tüktig módon dolgozol. Tehát, hogy fölkészültem mész, tudod, mit akarsz, igen. És az be is vasalod nagy vonalakban. Igen. Ez kis igaz? Vonalakban is. Kis vonalakban? Nagyon. Tehát, hogy... Nagyon, de ez egy műfaji sajátosság. Tehát itt mondjuk, vegyünk egy apácosot például, az, hogy mi milyen díszletet gyártunk ez az előadáshoz, milyen kellékeket gyártunk, nem tudom, hónapokkal a próbakezés előtt le kell adni, mert különben az nincs kész. Akkor a díszleteket csináltunk, hogy 10 méteres gömb, meg nem tudom azt, hogy ez mikor fordul, meg nem tudom, nem csinálhatatok egy 10 méter átmérő gömböt, ha nem tudom, hogy ez melyik mondatnál fog átfordulni, nem csináltatatok, nem, meg kell mondanom azt, hogy hány centiméter legyen az asztal, legyenek kereke, két kereke legyen, vagy négy kereke, ezeket mind meg kell mondani, mert ez a műfaj. És itt nem lehet az, hogy majd valamit mondok, aztán majd igen, kitalálom. Mondasz egy mondatot az egyik interjúdban, amit nem szoktak kimondani. Főleg egy olyantól, aki azért, hát színész is volt valami, hogy azért ebbe a műfajban a színészi kreativitásnak nem sok helye van. Ezt ezeknek a kameráknak is bármikor kimondom. Mert ez tényleg ez a műfaj. Vagy azt is bátran kimondom, hogy az én színház eszményemben ez a helyzet. Tehát, hogy csehozná ott a színészi kreativitás. Ezt egyáltalán nem gondolom. Nem, ott sincs. Nem. Csehovnál például az elemzés az egyetlen lényeges. És most pont, mert az egyik tanítok a Színi Akadémián, meg a Kaposvár Egyetem, és a Színi Akadémistákkal pont Csehov volt a téma. De most melyik és azt is a Pesti Megye Színi Akadémián, meg a Kaposvár Egyetemen. És a három nővér volt a téma, és a három nővér olyan exakt módon leellemezhető, hogy a te színészi szabadságod, az tulajdonképpen ez szintén törlődik abban a pillanatban, hogyha jól le van elemezve egy jelent, mert akkor oda van írva a mondatok közül, hogy neked mire kell gondolni. Az is, hogy mire kell gondolni. És aztán nem döntheted el, hogy én inkább itt ezt játszanám, vagy inkább azt játszanám, mert szerintem ez nincs. Egy jó darabnál ez biztos, hogy igen, nincs. De azért nem mindegy, hogy Udvaros Dorottya játsza, vagy nem tudom mi. Még időnként az ember musicalnél, ugye, most egy csúnya szót fogok. Nyugodtan. Csúnya szót fogok mondani, hogy volt egy olyan érzésem, mondjuk kimentem Mécsben musicalt nézni,
és volt egy olyan érzésem, hogy ez ilyen, itt jön a csúnya szó, szőrös tökű profizmus. Tehát mint személyiség senki nem varázsol el igazán, de az egész valami olyan profi módon és olyan fantasztikusan működik, hogy közben mégis szívesen nézem, miközben mégis jobban örülök Hallmann Péternek, akiről meg tudom, hogy nem tudja elénekelni. Amúgy ő igen, tehát megvédem, mert ő azért ja, klasszul énekel. Ja. Ezt a kettőt próbálom én ötvözni, hogy nekem legyenek jó színészeim, akik személyiségek is, és egyébként pedig megkapd azt a rettentően professzionális és egyben újszerű látványvilágot, amire vágysz, vagy amire még nem is vágysz, de ott lesz. Igen, hát azt nem tudok elmenni amellett, hogy egyszerűen a musical is minden körülmények között a lélektani realizmusból kell, hogy táplálkozzon. Minden körülmények között. A darabok, amiket írunk, minden. Minden csak abból tud lenni. Máskülönben hasznavehetetlen lesz. Abszolút nem lehet. Csak a show-t csinálni? Hát, de én azt nem fogom. Az nekem nem célom soha. Egy olyan... Én egyébként tudod, hogy szeretem? Gyakran jobban szeretem, mint amikor látok egy olyan musicalt, ami elvileg hú de sokat vállalt. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk fú, itt eljátsszák a nyomorultakat. Azt értem, de én és most akkor a realizmusnál ahhoz képest ezt nem érzem mélynek, akkor sokkal jobban szeretem, ha mondjuk a Kálmán Imre terembe azt mondják nekem, hogy ez egy show műsor. Mi ennél nem akarunk többet, mi látványt akarunk, jó táncokat akarunk, csinos csajokat akarunk, jó kusztömöket akarunk, jó artistákat akarunk, és akkor tessék ezt fölvállalni. Igen, engem ez nem mert bosszant, ezen de... nem bosszantom föl magam, hanem jól szórakozom, a nyomorultakon meg legtöbbször fölbosszantom nem magam. Nem ez a kettő van, hál' Isten. Mert az elfújta is szélen is fölbosszantom nem magam. Úgy értem, hanem, hogy pont amit mondjuk zömében mondjuk a madásban, ezek a magyar darabok, amiket csinálok, azok mind musical comedy-k, tehát tulajdonképpen tudják azt, szép táncos lányok vannak, tehát nyugodtan jöhetsz, nézheted őket, nagyszerűen tudnak táncolni, jó a show, a Serván Attila jódlizik benne, tehát tényleg teljesen befogadható. Figyelj, Serván Attila volt, hát figyelj, a Serván Attila, a Lilian Fiba, hát az... Igen, tehát hogy minden megvan, az, az a része megvan, de közben pedig azt is fontosnak találom, akkor, hogyha láttad a Lilianfőt, akkor tudod, hogy az első felvonásban mégiscsak egy szép dalt énekeljünk a színházról, és a nagy hőseinknek, a nagy színészi hőseinknek a képét megmutassam, vagy hogy adjuk egy ilyen élményt a nézőknek, hogy egy pillanatra emlékezzünk vissza a Sinkovicsra, vagy a Besenyeire, vagy ezekre a színészekre, vagy a Darvasi Váron. Célod, azt is lehet mondani, hogy mélyülj. Tehát, hogy akár minél mélyebb. Mert ugye most operát rendezel, hát az még nem volt. Az nem volt Margarita, az még nem volt a palettán, akárhogy is vesszük. Mindjárt igen. Bemutató. Bizony, mindjárt bemutató lesz. Az Eiffel műhelyházban, ami most már tényleg megnyílik. Bizony. Célnak nem az cél. Az ember mélyül, meg én sose gondolom egyébként felszínesnek ezt. Ezt lehet, hogy ebben nem értünk egyet. Nem értünk egyet, tehát én azt gondolom, hogy ez... Én ezt nem érzem felszínes, vagy többnek akar látszani, mint ami, és valójában nem az igen, én ezt gondolom, mint önként. Én nem. Uh-huh. Én messze menőkig nem ezt gondolom. Azzal együtt, hogy természetesen a lényege a történetmesélés kell, hogy legyen, mint ahogy más típusú színezeknek is a történetmesélés kell, hogy legyen a lényege. De nem gondolom felszínesnek egyáltalán. Uh-huh. Nem mindent. Csak... Általában a musicalt. Ne! Ezt mondom, ne, tehát hogy akkor nem ne. Mondhatod ki. Figyelj, volt a Rusz Józsefnek, aki egy nagy rendező volt. Igen. Volt egy tulajdonképpen nagyon gonosz mondata. Azt mondta, hogy szomorú az a kor, aminek a jellemző színházi műfaja a musical. El fog múlni. Hát nem múlt el, és szerintem tényleg van musicalekben is nagyszerű. Hát ezt mondom, tehát akkor nem szabad leáltalánosítani a műfajt. Tehát érted a... De akkor azt lehet tehát mondjuk a vámpír, hogy, ugye, mert most... Hogy felszínes, akkor azt lehet mondani, hogy felszínes. Mert nem lehet leáltalánosítani. Akkor érzem mindig felszínesnek, amikor többnek akarja mutatni aha. magát. Tehát amikor el akarja hitetni, hogy ez hú, de mi dráma, közben nem. Tehát amikor könnyed, akkor semmi bajom vele. Azt és amikor valóban mi, akkor sincs semmi bajom. Tehát a rendtel a Pince Színházban semmi bajom nem volt. Uh-huh.
Az hú, de olyan mély volt, ahogy. Igen. Na. Igen. Na, figyelj, ugorjunk, Mester és Margarita. Abszolút. Szerintem. Na, abba hogy csöppentél? Úgyhogy felhívott az opera, hogy lenne kedvem operát rendezni. Kovács Szilveszter telefonált egyet? És mit mondott, hogy miért? Mert nagyon jó volt az apázasó szerintük, és aha, egy olyan típusú nagyszabású előadásra készülnének a Mester és Margaritával, mely egyébként egy... Vannak benne musical, rock, ilyen-olyan részek, igen, egy zenei eklektika képviseli ezt a darabot, Gyöngyösi Levente szerzeményéről van szó, és van benne opera, musical és rockzene. És hogy akkor ezt így bevállalnám-e? Mert tulajdonképpen a zenészínház a zenészínház lesz akkor is, hogyha ezt operának hívod, hogyha operetnek hívod, hogyha musicalnek hívod, az biztos, hogy ami engem érdekel, azok a helyzetek, ami a Mester és Margaritában van néhány. Ezt hát nem mit mondják? Mit igen, mondják? Tehát 600 oldalnyi helyzet van benne. Utána meghallgattam a zenét, ami egyébként a maga nevében káprázatos, tényleg egy nagyon sokszínű, sok stílusban megmutatkozó zene. Úgyhogy... Azt olvastam, hogy ezt eredetileg Hollerung Gábornak írta. Hollerung Gábor... Gyöngyösi Levente, kicsit azt mondom, az ötletgazda, egy kicsit az ötletgazda. De ők előadták már? Vagy? Igen, és akkor Miskolcon volt ebből egy ilyen koncert, és akkor az felvételre is került, ezek után pedig most az ősbemutatóra készülünk ebből a darabból. Nagyon izgalmas dolog, sok párhuzammal, ugye az 1930-as évek Moszkvája és az első századi Jeruzsálem között, vagy az akkori kor között, hogy természetesen aki a mestert énekli, az énekli a Jézust, aki a Latunszkit énekli, az énekli a Júdást, aki a Hontalan Ivánt énekli, az énekli a Lévi Mátét. Szóval egy ilyesmi párhuzamokat. Te egyébként megkapsz egy ilyen partitúrát, és ezt előről, hátulról tudod olvasni? Én tudom, igen, hál' Istennek. De ezt honnan van? Egyébként ezt nagyon őszintén megmondom neked, a Disney műveltségem, az, hogy éveken át fordítottam a Disney-t, megkaptam a Kottát, és hozzá a angol szöveget, és egyszerűen megtanulsz Kottát olvasni. Így ripszi-ropszi? Hát évek alatt, persze. És akkor én visszamentem egyszer a gimnáziumi jó, meglehetősen jó énektanáromtól, hogy meg akarok tanulni Kottát olvasni, és mondta, hogy ebbe a korba, ezt már. Most így igen, igen. Körülbelül hát olyan korú lehettem, mint te vagy most egyébként. Nekem ez már állítanak. Tehát, hogy ez így tök autodidakta módon? Igen, igen. Igen. Uh-huh. Úgyhogy ez például nagy segítség, hogy tudom a partitúrát olvasni. Uh-huh. Mert azért ez egy elég komplikált dolog. Operaénekes más, hogy kell instruálni, mint a színészt? Egyetlen egy tapasztalatom van most, ez a próbaidőszak, tehát ez az első uh-huh. opera rendezés, hogy ennek tükrében tudok válaszolni, nem. De lehet, hogy mázném van, és ezek jó színészek. Mert tulajdonképpen ugyanúgy lélektani instrukciókat adok nekik. Az más kérdés, hogy ugye mivel végig szól a zene, ezért a beszélgetések is zenére zajlanak, és akkor sokkal könnyebben tudod oda rendezni a gondolati váltást, vagy azt a pillanatot, amikor valaki meghallja a másiknak a mondatát, vagy megkap egy információt, vagy elolvas valamit a papíron is, akkor azt tudod mondani, hogy a 118-as ütemnél kell arra gondolnod, hogy, mert ez egy fura instrukció, de néha azt mondom, hogy a 118-as ütemnél gondolj rá, hogy lelkismert fordulásod van. Ezt gondolom, hogy musicalben is ugyanúgy van, hogy egy prózában ugye te tarthatsz hosszabb szünetet, vagy elnyújtottabban mondhatod a mondatot, vagy éppen hogy pörgősebben. Itt meg azért ott a zene, ami itt ugye pontosan, az egésznek igen. a ritmusát nyilván oltatlan meg. Sokszor a zene rendez is. Tehát sokszor az van, hogy én tudom, hogy mondjuk vegyük ezt a lelkiismert furdalás kérdést, Pilátus lelkiismert furdalást érez, amit az szed ki belőle, vagy az hoz ki belőle, hogy meglátja, amit a Jézus mondott, hogy a legnagyobb bűn a gyávaság. És ugye neked el kell helyezni, hogy a jelenet mely pontján legyen ez. És abban a pillanatban, amikor egy dörgő üsdob megszólal, akkor azt mondod, hogy ó, itt van, de aztán egyszer csak van, hogy egy ilyen vékony hegedű van, és akkor neked tulajdonképpen azt mondom, hogy a zenerendez kiválaszthatod ABC variáció, hogy melyik az a pont, ahol te ezt eljátszhatod, mert az egyiket a három közül választani kell, tehát nem lehet egy köztes, mert ez a három pont az, és hogyha én egy nagy felismerést akarok, akkor az üsdob helyén csinálom, hogyha egy vékony pillanatot, akkor meg a hegedűnél. És a karmester mennyire rendez? Nulla. Nem? Zero. Nem? Zero. Szólhat bele? Egyetlen nem. Persze, hogy nem.
Mert? Hát nem, biztos nem hagynám, de nem is szeretne, vagy nem volt olyan, hogy úgy azt mondta. Hát azért hogy... tudok ilyenről, jó, akkor ebben az esetben. Akkor én mondom, nekem ez az egy tapasztalatom is. Van, nagyon, nagyon, és nagyon ugye most az a furi mindenki. Helyzet van, hogy paralel rendezel kettőt, két ilyen nagyszabásút, mert ugye a sztárcsinálók bemutatója az lesz a hónap legelején. Úgy van, ez és egy rá nagyon... egy hétre megjön a Mester és Margarita. És hát, hogyha mondod, hogy így mélyülök el, ez most két nagyon-nagyon mély történet, mert a sztárcsinálókban pedig egy komoly célom volt az, hogy történet hűre rendezzem, szóval ott nagy történelmi ásatásokat végeztem az akkori korral kapcsolatban, és megpróbálok mindent úgy visszaadni, ahogyan az akkor történt. Ugye mondja ez Nérónak a, Nérónak a története, és ott a mesélő, egy költő azt mondja, hogy a történelem egy vad részletét ma úgy játsszuk el, ahogy történt, épp olyan dicstelen. És ezt megpróbáljuk olyan dicstelenül megcsinálni, mint ahogy ez egyébként volt saját magának a vérességével, durvaságával. Úgyhogy egy ilyen, egy másfelől persze egy olyan vízióban, ami az én vízióm erről, szóval egy ilyen viszonylag modern világban fog játszódni. Ez ugye az úgynevezett PS produkció. Úgy van. Akik például a vámpírok, az előbb említett vámpírok báját is. És csinálták. Első munkám velük. És hogy ez is nagyon nagyszabású lesz. Igen. És azért ez a darab, akárhogy vesszük, hát ez most áthallásokra azért ad. Egyáltalán nem fogok benne aktuál politizálni. Igen, azt te mondod, hogy nem. Nem is fogok. De közben meg akármit csinálsz. Nem. Hát ez egy hatalom történet. Hogy, hogy az ketten korról. Tulajdonképpen megbuktatnak egy fószert, egy császárt, császárt csinálnak a Néróból, és utána őt is megbuktatják. Igen. Hát itt összesen nem, mondom, itt nem tudod kikerülni. A magyar aktuál politizás teljes mértékben ki tudott kerülni. Ez semmi fajta környezetében nem hasonlít a magyar politikai helyzetekre. Úgyhogy nem is szándékoztam, de... Amikor elkezdtem foglalkozni az anyaggal, akkor elhatároztam, hogy megpróbálom azt a szituációt fókuszáltatni, és azt manifesztelni a színpadon, és nem foglalkozni az aktuál politizással, majd rá kellett jönnöm, hogy eszembe se jutott. Tehát, hogy olyan messze elkerüli ez a történet, és én annyira messze másról akarom szólaltatni ezt a történetet. De miről? Nincs. Ez a történet szerintem arról szól többek között, mondjuk vegyük a Néró példáját. Sok előadást láttam a sztárcsinálomból, mindig egy ilyen nagy... Ugye ez a Rockszínháznak volt egy hú nagy sikere. Hahotázik a lángok közt, és nem tudom, én egyáltalán nem. Én egy sakjátszmát fogok szerintem, vagy én azt szeretnék ebből csinálni, egy politikai sakjátszmát, hogy kinek hova kell lépnie a táblán, mi a következő lépés, és hogyan... adunk mattot egy ponton túl a másiknak, és amikor neki mattot adtunk és elesett, akkor hogyan fordulunk át egy következő emberre, és annak hogyan próbálunk mattot adni. És ő hogyan tud úgy lépni, hogy aztán végül engem üssön le, és ha engem leütetek, akkor ki a következő. Tehát egy ilyen nagy, nagy politikai játszma lesz ez, de semmiképpen sem aktuál politizálós. Utána milyen? Utána készítünk egy Broadway musicalt, 9 to 5, 9-től 5-ig. Ez a címe. Ahol? A József Attila Színházban, Poyák Lillával, Szinetár Dórival. Ahol évad elején egy macskafogót ahol a macskafogó prezentáltál. Volt, igen. Az egy nagyon... az egy nagyon helyes munka lett. Őrült nagy öröm volt az az egész macskafogó. Ugye az animációs filmnek egy ilyen színpadi verzió. Egy musical változata, igen, annak minden kívánalmával, hál' Istennek. Ilyen szempontból is nagyon jó volt a József Attila, szóval azért minden olyan infrastruktúrális helyzetet a rendelkezésemre bocsátottak, amitől ez az előadás nagyon látványos. Miközben az ember azt gondolná, hogy hát ott színpadtechnikában ebben abban. De ugye, hogy közben meg nagyon látványos előadás lett. Igen, tényleg igen. Nagyon, hál' Istennek, a jelmezek ki is tényleg minden jött. És ez a darab egy picit így a Me Too iránya, szóval az elnyomott, megalázott nők világában járunk, akik egyszer csak úgy döntenek, hogy túlszulejtik a főnököt, és maguk kezdik el vezetni a vállalatot, amely sikeres lesz így. Uh-huh. Ez a következő. Nagyon-nagyon jó dalok egyébként, tehát szenzációs szereposztással, hál' Istennek, úgyhogy ezt nagyon várom. Hát akkor köszönöm szépen, hogy jöttél. Én köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket egy hét múlva, kedden, most már hányadika van? Ezt most nem tudom. Ma?
Hát 21. 21, fuhú, akkor 28-án is lesz Bóta Café. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ha kimondom a nevét, hogy ki jön, de mindjárt elmesélem. Bódi Gergőről van szó, akinek remek műsora van a Klubrádióban, és amúgy a Momentán társulatnak vezeti a produkcióit, az egy ilyen improvizációs társulat, és akkor ő tartja a kontaktust a közönséggel, kérdéseket tesz föl, valami hihetetlen jól reagál. Annó Vitrai Tamásnál és Horváth Ádámnak végzett a színművészetén, és mindenfélét csinált. Volt Uruguayban rendező, asszisztens, vezetett műsort, kerttévébe, köztévébe, és egy nagyon jó figura, és nagyon jó beszélőkéje van. Tehát akkor Bódi Gergővel várom Önöket 28-án, kedden, 19:45-től a Bóta Caféban. Viszontlátásra! A műsor szakmai együttműködő partnere a Karinti Színház.